mint a StarCraftnál, ott nézhetetlen volt. Közben... De ezt egettem meg. Örülök, hogy jobbá teszem a napotokat. Ó, hal! Vegyük már fel! És hogy elnézem, ott is megöltek egy csápot! Meg rám támadnak a csápok. Legyünk halat. Meg békát. A békát olyan sokáig tart megsütni. A csápnak a bőrét azt felvenném. Közben még egy pár dolog. Aj, ennyi csápot nem is tudok magammal hazavinni. Na, ott van még az a tábortűz. Még egy nagyon kicsit ég. És rögtön le is dobok ide egy pár dolgot. Mondjuk ezt meg a csápot. És akkor gyorsan még visszajövök a maradék két kajával. Megsütöm. Ó, a csápok közelébe lemegy az éppeszem. Jó tudni. Tehát, hogyha itt elmegyek, akkor az jel az nekem, hogy mikor van csáp a közelembe. Jó tudni. Na, azt gyorsan süssük meg. Helyes. Ezt meg megeszem. Hát ez gyógyítja a HP-mat, azt minden más az így maradhat itt. Jó, erre még felfedezünk egy keveset. Na, bár lehet, hogy inkább már vissza kéne menni. Elkezdett el gyűjtögetni egy kevéske nádat. Ja, itt meg ezek a gonosz méhek. Azok folyton rád támadnak. Ilyen vérszívó dögök, de mondjuk ilyen gyógyító dolgot adnak nekem. Na, tudod mit? Inkább a zöld gombákat viszem haza. És akkor azzal egy életre meg lesz oldva az őrület probléma. Hát mind az örület, mind pedig a probléma. Mert ezekkel bármikor meg tudok örülni, vagy éppenséggel józanodni, attól függ, hogy, hogyan használom fel őket. Sütve vagy nyersen. Bár igazságból az örületet most már ezzel a karddal is tök könnyen el tudom érni. Inkább a bört viszem talán. Nem vihetem magammal, mert nincsen nálam hely. A sapkát kell majd fölvenni este. Ezt gyorsan hazamegyek ezzel a bottal. Ja igen, most meg az esőben még gyorsabban is tudom kell menni a fákja. Szóval még azért sem vihetem magammal a fákját. Azt még egy rohadt dolog. Viszont mennyi zöld gomba? Én biztos a mocsárban nem lehet megőrülni. Annyit a gomba. Amikor a HP az inkább problémásabb. Te még mindig itt vagy? Na menjünk vissza. Meg mennyire kitisztult itt ez a terület. Látszik, hogy járkáltam arra felé. Aztán ezzel itt begyújtok. Végre. Közben akkor gombát be és menj. Hú, váltanak, hol van a fogfonál? Borotvám. Meg kell borotválkozni ilyenkor. Még semmit, viszont jönnek a kutyák. A bumerángot azt kérném szépen. Mert akkor végig fogok sprintelni. Doggies are coming. Jó, erre nincs idem. Futás! Így, gyorsan, végig a strádán. Visszapálni szobába. Aztán majd gyógyíthatok magamon. Csak az a kérdés, hogy mivel jó minőségű kajával vagy gyógykeletekkel. Tök jó ez a sapka. Ó, és mennyi béka. Egy pár kutya ráugorhatna a békákra is. Szerintem nem bánnátok meg. Lenne finom béka hús. Aztán meg lenne sima szörnyhús is. A békák nem eszik meg a húst. Az a baj, hogy ha a béka hal meg, akkor a kutya azt megeszi, amit ledob. Viszont hogyha a kutya hal meg, akkor a béka azt nem eszi meg. Gyertek a pánik szobámba.
Na gyertek kutyuskák! Az burn! Gyulladjatok meg! Hogy gyulladnál föl! Jó, ezt lerakom meg, ezt is, és akkor elkezdtem. Nem, még a fogakat is valahogy fel kell vennem. Na, visszett, és akkor felveszem azt, amit lehullajtottak. Főleg a hamuval kezdem. Mert nagyjából innen szerzem be a hamukat, most már nem fogok meggyűjteni dolgokat, fölösleges azért felgyűjteni a srácomat, hogy hamuhoz jussak, hogyha ezek úgy is dobnak. A fogat kérem szépen. Jó, azt megyek vissza. Lent várom a boss, nem itt fönt. Nem akarom, hogy a tényleges táboromat tegye tönkre. Közben, igen, ott, öljétek békák, hajrá! És ebből minden kettőt utálom. Viszont ezt elfogadom, köszönöm. Ezek a békák még mindig erősek. Közben kezd fölmelegedni az a kő. Visszaállt a táskába, az a baj, akkor engem fog felmelegíteni, hogyha nálam marad. Azt a hamut meg ott hagyom. Mondom, azt a hamut ott hagyom. Jó, inkább akkor... Nem, nem, azt a békát még gyorsan felveszem. Nem, mennyi béka! Meg fogok sülni. Ki a békáktól, ki a békáktól, azt gyorsan hűljünk meg. Ezt a követ dobd le. Aj, bakker! Sülök meg nyáron. Végre egy kis hideg, hűsödés. Ez majd igazából mennyi? 10 akárhányas ládám van ott? Ó, várj, ezt vissza. Jó, hogy most hűt a kő. Abba a táskába csak később fog megsülni. Ó, az a kutya meg ott harcol. Harcol a virággal. Ez is milyen kedves. Na ne meg! Lángra kapott az a virág, szegény! Ó! És át jönnek a békák! Utálom a kutyákat. Főleg ezeket a pirosakat. És a békák csak azért is rám támadnak. Biztos hamuból nem lesz hiányom. Azt a vakondok itt meg fel fogják zabálni a cuccaimat. Azt a ráadásul volt ott 19 fa. És az is elége? Jó, hogy a hűtőszekrény nem tud meggyulladni. Az viszont, ahogy elnézem, túlélte. Nyajás dögök! Dögölj te is! Még hogy ez a játék agresszívá tesz, tök nyugodt vagyok. Azokkal a békákkal máshogy kéne elbánni. Az, ahogy ketten vannak. Na, azt, gyertek. Jó, nem fog rám sütéket tenni. Még nem. Légy szíves, rakd egybe őket, köszönöm. Így könnyebb szállítani. Azt, hogy elnézem, itt is volt egy halott. Aztán el kéne újból neveztenem itt a fákat. Imádom, az a vakond meg ott mindent megesz. Mondom én, hogy vigyáznom kell ezekkel a dögökkel is. Jó van, kalapács.
Ezt megbedobom. Jó, téged ide. Csak egyet kapok, nem már háromba kerül egy fa. Egy ilyen tábla. Akkor ez téged. Ja. Legalább képes voltam így eltárolni egy fát. Ne, fakondog! Nyomjás dögög! Kérem vissza! Na, gyorsan bepakolunk mindent. Mindent, amit megehetnének. Így. Meg ezt is meg akarják enni. Jó, akkor már minden... Mindent bele elmentettem. Ami veszélybe volt. Aztán megint cserélhetem ki a dolgokat, a hamut is berakom oda. Közben... Csinálnék finom kaját is. Akkor visszatoljam a statjaimat, de nem, mert ez is tönkre ment. Van nálam még kő van. Meg abból is kapok követ, hogyha szétütöm. Jó, akkor ezt a tűzre rakom. Mondjuk egy fákjám az lett. Honnan lett az a fákja? Jó, ezt ledobom ide a földre. Majd aktuálisan, hogyha fog kelni, akkor lesz fegyver. És egy kő hiány vagyok. Tényleg a vakondokat azt berakhatom oda, és akkor a pajzsot is visszavehetem. Nem, lesz elegendő kövem. Szén hiányom vagyok. Három kellett a sütőhöz. Ja, szénből van csak hiány. Azért valamit kell raknom a tűzre, hogy különben itt rám sötétedik. Azt akkor valahol el kéne menni gyújtogatni. Azt meg itt helyben megeszem. Visszatölti a HP-mat meg az eszemet. Közben... Ezt is berakom a ládába szerintem. Jó, meg akkor ez is. Ez pedig itt kint lesz, hogy ha majd kell, akkor könnyedén fel tudjam venni. Nincs helyem. Mindig teli van az inventorim. Na viszont, akkor menjünk gyújtogatni. Hát, felgyújtok mindent ott. Lesz-e nem bőven. Mindent megettek volna a vakondok. Ásó. Jó, meg akkor azt a virágot is kérem. Persze, nincs helyem. Attól félek, hogy ez is itt meggyulladna. Jó. Ezt kivágom biztos, ami biztos alapon. Hogy véletlenül se gyulladjon meg. És akkor valahol le kéne dobnom a cuccokat. Már csak így össze tudjam gyűjteni a fát. Csak az elbe. És akkor itt szépen átváltoztok nekem szénné. Oh, burn! Burn! The insect! Na, hol a baltám? Ezt is mindjárt elővesszük. Mi az, ami fölöslegesen van nálam? Tehát amit nem kell cipálni magamnál, szerintem a követ azt majd le fogom dobni. Azért újraültetjük, amit elégett. Ennyit azért visszaadok a természetnek. Majd mások is kell gyűjtogatni. Ó, közben a cilinder az mindjárt maxra tolja az épeszemet. Szóval a jó minőségű kajával is tudtam volna kapni. Na jó, a cilindert ezt lerakjuk. A sétapálcán. Mindent oda lerakom. És akkor a fát is azt magammal viszem. Meg a vacak békák. Építhetek újból egy falat. De inkább akkor az már kő legyen. Pont a nyár miatt. Közben... Most már meg tudom csinálni
újból a kemencét, azt sütöd, azt... ide rakom. De innen a tűz így végigterjedt a falomon, egyenesen a... utcaimhoz. Na. Kérnék szépen egy húsgombócot. Szerint az, ami a legjobban visszatölteni a HP-mat. Nem tudom, hogy vajon gombával is működik-e az a péka szendvics. Azt megnézzük. Nem is eszem, az már van. Szerint az a baj, hogy ez a gyorsan, vajon lassan készül el. Azt mondja, hogy béka hús, meg gomba. Lehet, hogy csak húsgombócot kapok így. Ja, mert az zöldségkel. Ezt meg így önmagába megsütem. És most sütögetésből fogok itt élni. Kéne a kék gomba. Akkor meg az se baj, hogy zöldem van. Take it down. Így megkaptam a húst. Ó, bak! Meg most ment tönkre. Most tortódott ki. Csak egy be tudom gyűjteni tőlük a kaját. Szóval pacak béka meg rám akar támadni. Ó, és működik. Ott van a béka szendvics. Most már csak az őrülettel kell valamit csinálnom. Na gyere, ugrálj egy kicsit ki, ilyen békuci. Hol a bumerángom? Ah, nem akarom ezekre elhasználni, az az igazság. Ezt a béka szendvicset azt kérem. Ez már jó sok kaját, HP-t ad vissza. Ott van egy 20-ast visszatölt. Ez viszont nem rossz a békáktól. És akkor tök jó, most már tudjuk azt is, hogy gombával is működik. Még egy békát gyorsan. Na, az a baj, mire eltalálnám, már beugranak a vízbe. Van itt fog? Nincs fog. Akkor ezt ledobom ide. Legyen azért, aki akarja. És a vakond kéri? Nem, a vakond nem eszi meg. Viszont a vakondot én megeszem. Figyeljétek, a vakondok még a hőkövet is megeszik. Ledobom a hőkövet, és itt jön, hogy megegye. Na, jás, de az az enyém. Az a baj, a bék az nagyon sokáig sűr. Legalább szépen visszatöltöm a HP-m. És akkor majd még egy béket le kéne ölni. Viszont kezd itt besötétedni nálam. Na jó, viszont ez a fa szép nagyra nőtt. A követ nem hagyhatom a földön. A fa meg meggyulladna. Viszont most úgyis fát fogok vágni. Azt jöjjön már egy boss. A bosszoló Weaver újból ölni akar. Most jó van, helyes két magot kaptam. Azért... el kell kezdeni termeszteni a fákat. Csak hogyha esetleg úgy adódik, akkor úgy volt így akár este fát vágni. Azt megtámadná. Itt meg elkezdek gyűjtögetni, aztán felhúzok megint egy falat, de inkább akkor a békák meg a táborom közé. Viszont kifogytam botból? Ja, mert mindent felhasználtam a kemencéhez. Ó, bejött az új rendszer. De kedvesek. 5 csillag minden egyes ranghoz. Akkor kíváncsi vagyok, hova dobódok vissza. Hova dobódtam vissza. Na viszont...
Egy rendes húst kérnék szépen. Húsgombócot. Közben akkor ezt is megsütöm. Ez is plusz HP nekem. Jó, húsgombóc is egy keveset. És mennyit ugortál vissza a Tamaszett az előző ranghoz képest? Hú, azt már cseréltem más a köveket. Csodálatos. Imádom a nyarat. Most mindent gombával oldunk meg. Ami tök jó, hogy az épp eszem miatt kellett volna, de mindegy. Ó. Akkor én most visszakerültem. Aki tudja már hányba. Na, van még béka. Most gyertek elő békák, amik kevesen vagytok. Mindegy külön-külön kijön. Na gyere! Kicsikét most megőrülünk. Jó, ennyi elég lesz. És akkor be tudok csinálni még egy 20-as béka szendvicset. Igazából kellett volna építeni egy falat. Annyira kell egy falat építeni. Közben akkor itt nem sül semmi, mi? Békás szendvicset. Elmegyek botokat gyűjteni. Egyébként most én is úgy tudom, 17-en fejeztem be. Nem szenvedtem, hogy feljebb jussak. Most kicsikét a hártan az így egyre jobban kezd haldokolni. Egyre kevesebben játsszák. Hú, közben borotválkozhatnék. Ezt remélem most már legyen vége a tavasznak. Vagyis a nyárnak, és akkor jöjjön a tavasz, és akkor megküldtek azzal a matárral. Az már nem is tudom, az egy tollat ad, egy nagy tollat. Na hát. Viszont ezeket itt betakaríthatom. És nagyon gyorsan merülnek ezek a hőkövek. Miért merülnek ilyen gyorsan? A pokát full. Gyorsan mehetek vissza. Megint cserélni a követ. Na de legalább amikor vizes a pók, akkor fázni fog. Úgy tényleg lehet, hogy akkor vissza kéne venni a cilindert. Akkor meg is örülök. Hát ahogy elnézem, most még nem nagyon melegedett tovább. Kell nekem egy ilyen időszakjelző. Közben akkor fullos vagyok? Jaja. Egy barátlát kérnék szépen. Meg akkor felveszem a cilindert, hogy lassabban ázzak. És ez már egy hevesebb eső. Véget ért a nyár. Egyébként régen is van, hogy visszadobott négyet. Ez nagyjából olyan a középtájt van a rangok terén. Nem. Ez kevesebb, mint az átlag. Mennyi béka még mindig? Hogy ezekre is kéne találnom valamit, lerakok itt egy pókfészket. Tényleg építhetnék egy pókfészket. Tehát, hogy így úgy közben elhelyezném majd őket. Majd a kutyáknak, meg egyéb finomságoknak, amit így akarnak üldözni. Viszont nem hallottam volna, hogy jönne a boss. Még véletlenül se. A nyulak azok még itt vannak. Tavasszal még itt vannak a nyulak. Viszont nem jött le a boss. Ó, ezeket meg itt fel kéne tölteni. Na figyeljetek, Bloomernek van itt egy ilyen finomsága. Na ez nagyon feltölti őket. Meg amit itt most betakarítok, majd azzal is fel lehet tölteni.
Rengeteg fűvel fogom feltölteni ezt a masinát. Azt nem melegszik tovább a kő, szóval ütnik véget ért a nyár. Mindjárt megnézem, építek egy masinát, azt kiderül. Szokta jelezni a dolgokat. Akkor lehet, hogy elkezdek ültetni újba a dragonfruitokat. Ja, most kezd egyre inkább sötétedni. Hamarabb sötétedik már. Helyes. Maximumon van, azt... az aranyom az hol van? Itt minden romlik már nagyon. A pitét nem tudom berakni. És egy szörny húst. Na megnézzük, hogy lesz abból. Tényleg már akkor megkapjuk a ládát. Ez kicsikét hamar, korai. Vagy elnézem. Ja, ott hamarabb elkezdett. Ne, és akkor most átlagosan rosszabb lett az a kaja. Na, és ebből talán csak ez az, amiért kár. Na nézzük, hol volt az aranyom, azt azért használjuk fel. Mert hogyha véget ért a nyár, és emiatt a boss, a nyári boss. Én most egy kicsit sajnálok. Így. Jó, visszavesszük a tárgyakat. Ó, mennyi minden van nálam. Ezt a sapkákat valahova le kéne rakni. Ledobom őket ide, így gyűjtöm őket. Lehet, hogy holnap végén szerintem ugyanúgy, mint régen. Ó, a kötözőt azt majd később kéne felhasználni. Ó, itt meg viszont volt fám. Kő, balta, fa. Ja. Közben... hol voltak a kutatógépek? Tudomány, mi kellett ahhoz? Fadeszka meg kötél. Jó, van nálam minden alapféle alapanyag. Ú, viszont majd kéne rakni. Jó. Azt mondja, hogy itt kikutatnám. Ez kell nekem két fadeszka és két kötél. Így. És akkor kell nekem ez a masina. Meg az a masina is kéne. Akkor még kettőt. És akkor ezekkel majd tudom követni, hogy mikor milyen idő van. Azt mindenféle lelkes dolgot lehet csinálni. Éjjeli fény. Ja, ez kell a pán. Pet. Na, a Nightmare-t azt nem. Hát, a jégbot az jó. Megvan a tűzbot. Na, ez mit ad? Ja, a teleport az. Ez egy jó kis tudsz, akárhol vagy, egy adott helyre tudsz teleportálni. Na, közben akkor ezeket a masinákat is lerakom. Amik itt vannak. Figyelemmel tudjuk követni az időszakokat, mennyire van meleg, és hogy mikor várható eső. Napsütéses idő, és amolyan közepes, normális hőmérséklet.
mondjuk ez itt folyamatosan bekapcsolva lehet, vagy akkor is. Nem, akkor is fogyasztja. Viszont ezt a madarat milyen szépen befagyasztotta. Ó, egy pirostól. Az a baj, ez nekem annyira nem fog kelleni. Hogy gyűjtettem a tollakat? Így gyűlnek a tollak. A togedőrbe tarthatsz bölényt magadnak. Amúgy... Meg van egy állatom, amit tenyésztek, ott van a disznó ott magába fönt. A hőmérséklet az nagyon ingadozik. Ezt mindjárt mutatom. Na, és akkor téged előtt megfáradlak száradni. És akkor ezzel a karddal fogom leölni. Ennek használjam fel a jobbat, hogyha van ez is. Inkább ezt használom el először. Meg ez is egy ilyen gyógyító dolog. Az még több rohadás. Na ott halt. Ó, és egy bujkát is megölt ez a madár, ez a növényke. Hogy elnézem, ott meg a disznó az nagyon harcol. Ez meg a disznót. Közben akkor én itt átváltok, hol a pajzsom. Na, ide jött hozzám, nézzétek, milyen kedves, jött velem játszani. Voilà, itt van a disznó, amit tenyésztek. És ezt itt be is gyűjtöm. Várj, fel kell, hogy mutassa, és akkor most tudom begyűjteni. Tök jó, megkaptam. Csak a növény az meg visszabújt. Három csillagos 21. Egyébként a 20-as rangot azt el kell érni, hogy megkapjuk a hat lapot. Én azt mondom, hogy minimum addig. Mert tök jó kis hátlap borítókat kapsz, ha bár már abban is olyan sok van. Mondjuk a kedvencem a Ragnaroszos, amikor bejött a Blackmore, akkor tudtam azt megszerezni, és azóta is azt használom. Tök jó, hogy ilyen sok fajta van, mert lehet válogatni. És akkor ezt ugyanúgy tudom javasolni nektek is, hogyha minél több van, akkor annál többet tudtok válogatni. Aztán ide nem sokára kell csinálnom új csapdát. És ha már itt tartok, csináljunk jobban bujkás kaját. Nem, helyes. Annál többet nem is kell. Feljebb már csak kényszenvedés van. Igazságban egy kis gombóc az. Jó lesz. Közben ja, nem megy már fel a pirosba. De nem az, alapból kapsz ládát akkor is, de viszont a 20-as ládából kapod a hátlap borítót. Azért kell a 20-as rankig feljutni. Közben lehet, hogy akkor lemegyek. Közben madárka tojás, az úgy hogy van. Hogy állottan. Menjünk le bányászni. Úgy tényleg, meg akkor el kéne kezdeni termeszteni a Dragonfruitot, hogyha már itt tartunk. Íme, nőjetek! És akkor tök jó, most már nem piros. Most már nem kell ezeket itt működtetnem. És akkor lesz Dragonpitém is. Nyami pite. Közben vegyük ezt már kézbe. Meg kell szokni, hogy ezzel sokkal gyorsabban haladunk. Ó, és itt mennyi rohadás van. Hát is rakom. Ez majd jó lesz gyújtós, neki be tudom rakni, azt ezzel tudok tüzelni. És akkor menjünk le megőrülni lent a barlangokba. Lehet, hogy kéne oda vinni valami kaját is. Vagy...
Na gyertek be, vérek. Amint lemegyek, tuti rám fog támadni egy olyan pacak. Amik ott lent fa vannak, és egyszer megöltek. Hát ezt tudom, hogy akkor is kaptunk chestet, amikor nem a 25, még nem, a 20. 20 nem volt meg. Na, Geronimo, lemegyünk. Azt kell nekem egy sisak, amivel világíthatok este. Aztán odacsalom azokat a vacak lényeket a kő lényekhez. Azokat a föld alatti vackokat. Mi az, hogy itt a... Ja, itt éppenségem megőrültem akkor, amikor itt jártam utoljára, mi? És ezek még harcolni akarnak ellenem? És ott jön az a vacak is. De ez a...